a csapat, most már mindenki itt van. Megérkeztük Békés Csabán indulás előtt. Ja, sziasztok, laközben megyünk Szófiába, és éppen most szálltunk fel a vonatra, és most éppen a Velkárdén kiöntése in progress. Dani, te forrad? Hát először csak Bukarestig megyünk ezzel a vonattal, majd átszállunk. Jó, hát nyilván, de a végső cél Szófia, de most Bukarestig megyünk, reggel 8-ra kéne te szerint odaérkezni, és most van 17.45, mindjárt indulni fogunk. Békés Csabáról. Egyelőre még Békés Csabán Hoffon vagyunk. Még mindig, és így néz ki a hálókocsi. Fekvőhelyes kocsi. Ja, jó fekvőhelyes kocsi, igen. Hálókocsi majd visszafele lesz. Igen, tehát... Ne pazarolj! Most meg van pocsaikolok, inkább a szemem folyt volna. Tehát legalább a vasutas mondja pontosan, ha már se visszszokta, ja, de... Akkor egészségetekre. Akkor welcome drink. Hát akkor welcome drink, akkor... És köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor egészség, nazda lovja, és... És akkor kellemes utat mindenkinek. Kellemes utat mindenkinek, és köszönöm, hogy eljöttetek az általam szervezett útra. Egészségetekre. És reméljük, hogy de rengeteg videót tudok nektek forgatni Bukarestből, meg Szófiába is. Odarakod az asztalra? Ja, egyébként így néz ki ez a fekvőhelyes kocsi, hogy van két emeleti szakosztály, itt van a létra, meg van két földszinti szakosztály. 46-ban egy perc késés van. Mindjárt kinézünk a folyosóra. Tehát mindig itt vagyunk a Halfban Hoffon. De így néz ki a kocsi, itt már azért nem ordítozunk, mert mások is vannak, akik lehet, hogy aludnának. De még itt állunk a Halfban Hoffon, és meg perccel kellett volna mennünk. És arrafele kell tovább menni, viszont 3 órás késés belefér, mert hiszem, hogy 8 óra 9-kor érkezünk Bukarestbe, és 11 órakor kell tovább menni valamikor. 8 óra 6 perckor érkezünk Bukarestbe menetrend szerint, és 10 óra 55-kor indul a Rusei vonat. Hát akkor igazából két óra 50 perc késés belefér, nem, most már plusz 1-be vagyunk, de az valószínűleg a határon még be tudjuk hozni. Remélhetőleg. És akkor Lati sziszent. Egészségetekre. Hé! Igen? Hé! Mit csinálsz? De, izé, bele nem mellé. Már megyünk is. Hogy én a fiát a pocsékkal láttam. Egészségetekre. Igaz, hogy bőrön keresztül is felszívódik, de sokkal lassabban, és úgy nem érzed az ízét. Meg, hogyha a padló van, akkor nem fog. Az a kis maci ott kéjezett a párnak. Micsoda? Maci valamszor is. Ajaj, csak... Párának az jó. Csak nehogy köpjön. Nem tévé maci, akkor nem fog köpni. Nem, ez egy... Nem, ez egy szakopánai szuhanyír volt annak. Ja, sziasztok! Amúgy meg sziasztok! Ja, megtaláltam a tükröt is, hogy az is ja. Van. Dani, amúgy meg sziasztok! Egy szakopánai szuhanyír volt. Főszervező. A lényeg az, hogy megérkezzünk Szófiában. Legalább annyian, ahányan elindultunk. Most egyre más tervünk nincsen most már. Úgyhogy egészségetekre, ott a fiók már nyakalják a sült. Majd én is fogom mindjárt, csak... Hogyha lesz annyi szabad kezem, hogy ki is tudjam nyitni. Na, egészség. Várjál, nyitok neked egyet azon, jó? De ott tisztálk a borsodit, én meg kőbányait vettem az útra. Nem baj, most a borsodit tehát én egy csíkit. Van kéznél. Hát valaki a jobb sült tiszta. Drusszám, kérsz egyet? Van, aki a legautotikusabb. Én majd veszek Romániába a csúcsot, hogyha majd valahol meg tudunk állni. Majd Bukarestben valószínűleg. Hát igen, reggel. Majd Bukarestben veszek csúcsot. Akkor egészségünkre. Hát akkor most borsóleves lesz. Ajándéksülnek, nem érzd a fokát. Jó. Ádám meg itt különszködik, és ő nem iszik. De szígyelj már el. Na jó van, töltsetek valamit. Vagy majd csak a határ után. Van itt is. Igen. Van itt is. Nem most a játékhatárok nélkül. Ja. Van és Ádám nem játszik. Ez egy játékhatárok nélkül. Menti agy. Lőkös házváron már szétbombázva. Másik agy Drusszámmal. A teherpálya udvaron megálltunk. Ott a felvételi épület. Igen, már felállványozva dolgoznak rajta. Na csak, hogy megmutassam nektek, itt mellettük az egyik fülke üres most még, és akkor ezt így most itt látszik, hogy milyen helyzet. Ez az emeleti szakasz. És ugye itt van a csomagtároló, és itt vannak a kapcsolók, ugye jobbról nézve az egyik az a világítás leföl, a másik az éjszakai világítás, ott lehet a fűtést állítani leföl, meg a zöld gombbal meg lehet a kollert hívni. Itt van az olvasólámpa. Hát ennyi ez a ledes fajta. Ezt lehet így kibekapcsolgatni. És ennyi, és ott van egy konnektor. Egyébként ez működik, tehát most azon tudom tölteni a laptopomat a másik. Sima, tehát... De kocsinként van egy működőképes konnektor is. És ugye itt lehet a fülkét nyitni, zárni. Tehát így néz ki egy hálókocsi fülke.
Egy négy személyes. Ilyenben vagyunk mi is, de itt a mellettük lévő az most még videós, hát gondolom külta sem fognak majd felszállni vele. Úgyhogy majd... De addig is legalább be tudom nektek mutatni. És itt van a felvételi épület felállványozva, a Lökösháza állomás átépítés alatt. És megérkeztünk ide a... Hamarosan fogunk tovább indulni, hogy az útlevél vizsgálatra, egy útlevél személyi vizsgálatra megtörtént. Határellenőrzés, van még a román oldalon kültösen még megnéznek minket. Aztán utána megyünk tovább. Jó, most te voltál a fél. És hamarosan ugrunk egy órát az időben, mert Románia az egy órával előrébb jár, mint mi. Legalábbis időzóna szerint. És itt így néz ki a folyosó. És egyébként a szerelmény mind a... Vagy hát itt a vagonnak mind a két végén van egy jó is. Na így néz ki. És akkor lessünk be ide, mi a helyzet, közben még mindig nem indultunk el. Lökösháza... 45-kor kéne indult. Lökösháza hatban, de hamarosan megyünk. 47 van, 2 perce kellett volna elmenjünk. Ki ez a társas? What? Ja, ja, a színözön. Na igen, az a másik. A színözön. A színözön. Igen, nem is játszok. Kürtös Hofbahnhof. És csak itt az RCA-nak az irodája is. Hát igen, kürtöst így oldották meg, hogy nem kellett aluljárnunk meg semmi. Egy peronos vágány van, ez az egy. Az összes megállós vonat ide jön. És itt van a vonatunk. Rákóczi túrós elhagytuk, és előbb-utóbb fogunk kapni egy mozdony, valószínűleg egy Csauruszt. Kis helyzetjelentés, közben átjöttünk a határon. Már román földön vagyunk. Most legyen már oda fönt. Videóznék, ha nem zavar. Bocsi. Köszi. Szevasztok. Mutass a kamerába is, amit az előbb mutattál. Nem mutogatok. Nem. De hogy már na, csak azt akartam mondani, hogy már megágyaztunk itt közben. Ezt vigyük arrébb. És már Ádám megint tölti a pálinkát. Tehát nem tudok, nem tudok, hogy videózzon el legyen fia rajta. Ne. Egyelőre hagyjuk még. De ennyi, most akkor megmutatom, meg vagyunk ágyazva, itt lesz az én helyem, itten, meg van párna, ott a takaró. Az egyszer konnektor, befoglaltam a laptopnak, aminek leszívta az aksiát a Windows, mert azt hittem, hogy kikapcsolt és nem kapcsolt ki, és egy fél napon keresztül úgy volt. Van egy videózzál erre is. Úgyhogy egészségetekre, akkor ez miféle pálinka, ez nem az enyém, de biztos jó. Elmondanám neked, hogy egészségedre. Elmondanám neked, mindig akkor veszed elő a kamerát, amikor a pálinkát. Na ez az, soha nem tudom akkor elővenni, amikor nem pálinkázunk. Egészségünkre. Jó, ez jó fajta. Nem tudom milyen pálinka, de jó. Ezt kidobálod akkor? Ez bolti pálinka. Ki ne dobd meg ezt a szart, kiszedem belőlük az ágyat. Az ágy... És hogy akarod kiszedni belőle ezt engem? Szétverem az üveget, az kijön belőle. Ja. Hát felőlem, az az, amit adasz. Jó. És akkor reggel 8-kor megérkezünk a Bukarest City-be. Szerintem össze kéne csukni, azt bebozni az ágy alá, vagy nem tudom, hogy kéne. Ja. Hát de hogyha lejönnétek. A Ferrari nyeri a Lelant és az emberek. Puszta közepe a só megálló hely valószínűleg, vagy valahol a Préri megálltunk egy jelzőnyel szerintem. És mikor indítja be a kamerát már megint? Egyébként jó reggelt. Jó közben meg izé. Nem sokára megérkezünk Bukarestbe. Közben meg itt Ádám tölti a békési pálinkát. Határmester már tölti a reggelt. De így valami olyan fél nyolc környéken kell lehet szerintem, úgyhogy akkor akár még fél óra, azt ott is vagyunk. Igyad meg. Szóval nem tudtam kitölteni reggelt. Igyad, neked adok. Igyad. Levelet. A Bukarest Hofbahnhof. Hamarosan. Teljes. Neked a közben mindenki felébredt.
van még kb. Fél óránk, hogy itt azért összeszedjük az összeszednivalókat, mert itt aztán van minden. Beladtuk ezt a hőzék kuckót, az orosz láncoktól kezdve, a stb. Minden van. De most már szellőztetünk. Böfögés, pingás, meg ami csak kell, minden volt, igen, minden is. Köszi. Megy. Megérett a megy. Ja, csap be, mint a kert kaput. Tank a sör, meg is köcsök. Ilyen. Ja, otthon. Egészségetek. Így mikor hazaérsz a kert kaput, ugye csap be. Megi. Jó reggelt, energiaital. Egészség, sok gyerek. Welcome drink. A Bukarest Hauptbahnhof. Egyébként azzal jöttünk. Vizuális utas tájékoztató Bukaresten. Tovább mutassuk. És ott van 10-50, ottkor megy a miénk Ruszén fele. De most ebből honnan látszik, hogy hanyas vágányról megy? Majd a hangos bemegy. Ja, hát... Minek azt kiírni? Elég azt kiírni, hogy mikor megy, azt, hogy honnan, azt meg majd tüzét találd meg magad. Egyébként itt van a Hauptbahnhof, csak hogy megmutassam. McDonald's. Ja, ott van a vizuális utas tájékoztató. Na, nézzük csak. De ez még nincs kiírva, ami én, de... Hát de majd ki lesz. Úgyhogy onnan legalább látjuk, hogy melyik vágányról megy. Hát azon nagy eredményjelző, az itt is megvan. Simán azt krétával írták fel, vagy... Vagy belekorcolt. A zsírkrétával felírták oda. Ezzel fogunk tovább menni Bulgáriába. Mert ezt meg kell menekíteni, hogy ezzel hagyományos lezíró lesz, de fogunk tovább menni Bulgáriába. Viszont ez a román minőség, a törekvés, hogy a helyszámok azok ide fel vannak írva alkoholos filccel. De megoldották. Ott nem betörölt. Tehát nézd meg. Ott is alkoholos filccel van. Igen, tehát nem azt néztem, hogy keressük a helyünket, hogy hova tart. És hogy a helyszám nincsen felírva, de hogy nincs felírva alkoholos filc. Az mindenre jó. Ez a tipikus jó van az új megoldás. Nem tudom bezárni ide. És minden működik, hogy egy jó? Na, még azt hiányozna egy ilyen hosszú úton. Hát az mindegy, de csak menjen. Hát kívülről kés van berhelve. Na hát, minek az, akkor nem zárjuk be. Attól még lehet viselni, maximum rányít valaki. Az majd az, hogy legyen az ő baja. Az a vélemény. Ja, ezért repedés az üvegen, de így ilyen fém szalda lesz szemom fogva. Hát úgy kell az. De megy. Van egy repedés az idegen. És egyébként elhagytuk Bukarestet, és megyünk Ruszén fele. Ezzel a dezibosszal. Fosiró. Hát az a másik, igen. Az a... Jó étvágyat. De egyébként úgy néz ki ez a dezíró, mint nálunk. Tehát a belter az csak ugyanaz. Ja, csak itt egy kicsit több helyet megbetörvozni. Ja, meg nem lehet bezárni a WC-t, meg ilyen. Ja, meg azt is mutatja, hogy hiányzik egy üdés. Ja, ennyi. Hát az így kicsik, ha nem adunk. Meg onnan hiányzik a konnektor, nem lehet bezárni a WC-t, de hát attól ez vezetni ki, mert forgalomban állunk, már nem engednék ki. Ha nincs is annyi járműhiány, mint nálunk.
megvan, csak nem működik. Itt vagyunk a Bolgárhatáron, az utolsó állomás. És itt vannak a határőrök. Na, most fogunk átmenni a határon. Ruszén. Ez itt a Duna. Na, mi az előbb mentünk át azon, mint mellékába lehet. Ha itt van a rendező pályaudvar, erre emlékeztem. És ez már Bulgária. Aha. Itt átszálltunk a határállomáson. Ezért most már egy fülkés vagonnal megyünk tovább, ezzel itt. És itt van. Így néz ki. Majd mindjárt megnézem. Ja, itt vannak, akkor itt nem nézem meg. De majd itt mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki ez a vagon. Így. És így néz ki az állomás. És mindjárt indulunk. Ez nagyjából olyan kocsi, mint ahogy felénk is lehet látni. Hát ez egy sima fülgés kocsi. Itt van a dezíró, amivel jöttünk. És hamarosan indulunk. Bozzanyról csak fényképet csináltam, majd bevágom ide. Ott a forgalmi macska. Ide bízott. Aha. Cic. Tic. Na, tic. De legalább folgott a cicre. Szerint. Thank you.
húzza a kezed alá. Kezdtünk Szófiába, itt vagyunk a vasútállomáson, ezzel a vonattal jöttünk. És akkor most megyünk vissza. Megyünk az aluljáróba. Igen, hát le nem megyünk az aluljáróba, aztán visz. Elfoglaljuk a szállást. Megyünk és elfoglaljuk a szállást. Szófia Hoffbahnhof. Így néz ki. Aluljáró, mozgó lépcső. Ez igazából ez úgy néz ki, mint Kellenföld, csak egy kicsit puritánabban. Szófia Centrál, pontosabban. De ez a Hoffbahnhof Szófiába. Szófia Centrál. Persze. Tehát most megkeressük a szállást, aztán majd eldöntjük, hogy merre megyünk. Turista látványosságban az ugye a turista. Eredményjelző a Hoffbahnhofon, de a lényeg ki van írva azért, mert érkező ingyen. Latin betűkkel is. Ja. Nem, hát azt, hogy merre kell mennünk, azt látjuk majd. Akkor majd tudjuk mi. Valami késik 35 percet. Ilyen, hogy hálózat ér. Mesopa vagy valami ilyesmi lehet. De az nem a miénk. Hát mi már innen nem tudom. Jönséget, itt volt a mozgó lépcső, ezzel jöttünk. És ezt nézzétek, itt egy kis vonat. Aztán neki. Nem semmi. Most mondták, de most
És akkor ezt nézzétek, itt vagyunk az ábordunk túl, itt a három ágyas szoba, és van Lacinak egy magánzárkája, végez D+-ba. És a konyha meg a fürdő, az pedig itt van a folyosó végén. Erre. Tehát itt van a vetyó, errefele, és itt van a konyha. Így néz ki. És ugye úgy lehetett foglalni, hogy 3+1, tehát most itt van Lucinak a magánzárkája. Így, egy pillanat. Ez a tied, nem? Ez a magánzárka. Azért nem semmi. Mm. Nem semmi helyed van neked itt. Külön asztal, szekrény, stb. Mm. De nekünk meg van egy 3 ágyasunk. És ez meg a miénk. Mit én mondok? Aha. Az pedig ott az én helyem.